A 21. vajdasági magyar drámaíró verseny idei résztvevőiben két dolog közös. Az egyik, hogy mindhárman dramaturgok, a másik pedig, hogy egyikőjüknek sem ez az első ilyen jellegű megmérettetése. Góli Kornélia és Olák Tamás másodszor, Brestjánszki Boros Rozália pedig harmadízben vesz részt íróként a drámaíró versenyen. Közös az is, hogy a baglyok szaporodását segítik a Költőládák cím, mindhármójuknak nagy fejtörést okoz. Bármilyen előkészülettel jön az ember, felülírja az, amit húznak. Úgyhogy hiába képzelnék el bármit, szituációt, figurát, bármit. Aztán húzunk egy ilyen baglyos címet, egészen más az, amiről elkezd az agy kattogni. Én nem készültem, mert hát vártam ezt a remek címet, ami majd inspirál. Hát van ebben lehetőség, úgyhogy most kíváncsian várom, hogy amikor egy kicsit megnyugszom, leülök, akkor hogy fog homlokon csókolni a múzsa, úgyhogy hát az idő szűkös, el kell kezdeni egész egyszerűen, és akkor meglátjuk, hogy mi kerekedik belőle. Az volt az előkészülésnek a folyamata, hogy nyitott szemmel jártam, olvastam mindenfélét, és aztán arra gondoltam, hogy majd akkor, amikor kihúzom a címet, akkor ez a rengeteg kis apróság, kis plusz információ, történet, töredék, ez majd így összeáll valamivé. És most egy kicsit meg vagyok ijedve, hogy a baglyok hogyan fogják összeállítani, illetve a keltetők ezeket az információ töredékeket. 2020-ban és 2022-ben elmaradt a drámaíró verseny az Újvidéki Színházban. Az idén ismét eredeti időpontjában, azaz szeptember 21-én a Magyar Dráma napján szervezik meg. A verseny a találkozásról is szól, ugyanis mind a négy vajdasági magyar hivatásos színházi társulat színészei játszanak az előadáson holnap este. Idén van egy újítás is. Az írók, a rendezők és a színészek teljesítményét nem szakmai zsűri, hanem a közönség bírálja el. A dráma szövegek ma este felkerülnek a színház honlapjára. Holnap este 8 óráig lehet rájuk szavazni a Facebookon, az Instagramon, vagy az újvidéki.art@gmail.com e-mail címen. Ezeknek a rendezvényeknek, mint a drámaíró verseny, felolvasó színház, stb., ezek valahol elveszett, vagy soha nem is volt meg az igazán szakmai momentumuk. Arra gondolok itt, hogy azért nagyjából ez ugye a szórakoztatásról szól. Ma este szintén sorsolással dől el, hogy a három rendező a három közül melyik drámával és melyik színész csapattal dolgozik. A rendezői munkát Mezei Kinga, Ritz Ármin és Urbán András vállalta. Nekik 24 óra alatt kell színre vinniük egy-egy előadást. Holnap pedig a 21. vajdasági magyar drámaíró verseny záró eseményén három ős bemutatót láthat a közönség.